Már is folytatjuk a ma reggelt az M1-en szokásos koronavírus körképünkkel, de előtte lássuk a Johns Hopkins Amerikai Egyetem által összesített és közzétett adatokat a járványról világszinten. Jól láthatjuk, hogy a fertőzöttek száma most már meghaladta a 179 milliót. Elhunytak több mint 3,8 millióan a vírussal összefüggésben, és több mint 2,6 milliárd, sőt lassan 2,7 milliárd embert oltottak be a valamelyik vakcinával a vírus ellen, tehát a Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük az adatokat. Ma pedig európai tudósítóink közül Németországból, Romániából és Franciaországból vannak híreink, ők mondják a legfrissebbeket. Kezdjük is mindjárt Romániával, ahol április vége óta folyamatosan csökken az oltakozási kedv. Az oltási kampány első 5 hónapjában a felnőtt lakosságnak csupán 26%-át sikerült beoltani koronavírus ellen. Több tízezer vakcina szavatossága jár le a raktárakban. Bukarestből Demeter Katalint kapcsoljuk most a továbbiakért. Hogyan alakul a beoltottak száma, és mi az oka ennek a nagyon alacsony oltási hajlandóságnak? Jó reggelt, köszöntöm a nézőket. A romániaiak oltási hajlandósága összefügg a településük méretével, gazdasági fejlettségével, és még azzal is, hogy mennyire volt sok fertőzött a környezetükben. Ez derül ki legalábbis az Erdélystat portál elemzéséből, amely a kampány első 5 hónapját vizsgálta. Nos, amíg Bukarestben és a nagyvárosokban az átoltottság május végére már elérte a 40%-ot, addig a városoktól távol eső kis településeken a 10%-ot is alig haladja meg. Az is látszik az adatokból, hogy ahol több a vállalkozás, sok a munkavállaló, ott nagyobb volt az oltási hajlandóság, és többen oltakoznak ott is, ahol a járvány során nagyobb volt a fertőzöttek száma. Összességében viszont április végétől már csökken az oltási hajlandóság az országban. Az immunizálható lakosságnak csupán a 26%-át sikerült beoltani május végére, és az sem hozott áttörést, hogy júniustól már a 12-15 éveseket is oltják. Mostanig csupán 4.600.000 embert oltottak be a 19 milliós Romániában, és most már naponta kevesebb, mint 10.000 igényelnek vakcinát. Sokan bizalmatlanok a hatóságokkal szemben, és azt mondják, hogy a rémhírek miatt félnek beoltatni magukat, vagy pedig azt mondják, hogy nem akarnak utazni, úgyhogy nincs szükségük az oltásra. A hatóságok most azt próbálják megszervezni, hogy a vidéki lakossághoz vigyék minél közelebb a vakcinát, sok helyen oltási karavánokat szerveznek, de közben már elkezdték lemondani a vakcina szállítmányokat és eladományozni a raktáron lévő oltásokat. Így is félő, hogy kárba vész a felhalmozott készletnek egy része a kampány sikertelensége miatt. Például a hónap végéig mintegy 35.000 raktáron álló AstraZeneca oltóanyag szavatossága jár le. Közben Romániában a delta variáns, a delta mutáció veszélyeire figyelmeztetnek. Mit mondanak a szakemberek, mire számítanak? Romániában most minden eddiginél jobban visszaszorult a járvány terjedése. Van olyan megye, ahol 2 hete egyetlen fertőzés sem regisztráltak, de országosan is csupán mintegy 50 új fertőzés van naponta. Ilyen alacsony számok még a tavaly nyári enyhüléskor sem voltak. A szakemberek viszont most már arra figyelmeztetnek, hogy ez könnyen a visszájára fordulhat, ugyanis Romániában eddig már 35 esetben igazolták a fertőzőbb delta variánst a szúrópróbaszerű vizsgálatokkal. Egyelőre csak kisebb gócok vannak, de az oltáskampány koordinátora azt valószínűsítette, hogy augusztus végére, szeptember elejére a delta variáns válik majd meghatározóvá Romániában is, illetve a tegnap a kormányfő is arról beszélt, hogy a fertőző vírus mutáció terjedése Romániára is veszélyt jelent. A miniszterelnök szerint a kormánya mindenhova eljutatta a vakcinát, tehát most már a lakosságon múlik az, hogy elkerülhető-e a járvány negyedik hulláma. Kérdés, hogy mennyire lehetnek eredményesek ezek a figyelmeztetések. Az oltásra ugyanis jelenleg szinte semmi sem kötelezi a romániai, vagy kényszeríti a romániai lakosságot. A belföldi üdülést, a vendéglátóhelyek, vagy a kulturális intézmények látogatását sem kötik oltási igazoláshoz. A kormányfő pedig továbbra is azt ígéri, hogy júliustól jöhetnek újabb enyhítések is, megnyithatják például a falusi vásárokat, és az eddigieknél nagyobb koncerteket is szervezhetnek. Köszönjük szépen, Románia után Németországgal folytatjuk, hiszen most számunkra különösen fontos, hogy folytatódik az Európa-bajnokság, és a magyar csapat ma a németek ellen játszik a müncheni Allianz Arénában. A szurkolóknak pedig szigorú szabályokat és korlátozásokat kell betartaniuk. Berlinbe kapcsolunk tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz a további részletekért. Ugye vannak, akik még útban vannak Németország felé, hogy odaérjenek a mérkőzésre. Mik most a beutazási szabályok, illetve milyen szigorú feltételek mellett lehet az
az arénába belépni. Valóban a mai napon is sok ezren érkeznek Magyarországról Németországba, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak. A Németországba történő belépést feltételei június első felében enyhültek, mivel Magyarország lekerült a rizikóterületek listájáról. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni azt, nem mindegy, hogy milyen járművel lép be az illető Németországba, tehát abban az esetben, hogyha autóval, autóbusszal vagy vonattal érkezik, akkor mentesül a negatív teszt felmutatásának kötelezettsége alól, értelemszerűen regisztrálnia sem kell, és értelemszerűen a karantén kötelezettséget is törölték. Azok számára viszont, akik repülőgéppel szeretnének megérkezni Németországba, már a becsekkoláskor fel kell mutatni egy negatív teszteredményt, egy 48 óránál nem régebbi gyors teszteredményt, vagy egy 72 óránál nem régebbi PCR teszteredményt, egy negatív teszteredményt. Ez egyébként kiváltható oltási igazolással, illetőleg a gyógyulást igazoló dokumentumokkal. Itt Németországban is korlátozások vannak érvényben, itt a vészféktörvény határozza meg, hogy mely fertőzés gyakorisági mutatókhoz milyen korlátozásokat rendelnek. Nos, természetesen itt a müncheni szabályokra érdemes figyelni, itt a fertőzés gyakorisági mutató hosszú idő óta 50 alatt van, tehát itt is enyhébbek a szabályok, enyhébbek a korlátozások. Ez azt jelenti, hogy például a belvárosban, külső területen már nem kell védőmaszkot viselni. Lényeges ugyanakkor, hogy kötelező a védőmaszk viselése az üzletekben, a hozzájuk tartozó parkolókban is, kötelező a védőmaszk a tömegközlekedési eszközökön és az éttermekbe történő belépéskor is. A sörkertekben, a szurkolói központokban a higiéniai szabályokra, illetőleg a távolságtartási szabályokra érdemes figyelni. Azok, akik jegyet váltottak az arénába, azoknak a jegyen szereplő megadott időpontban kell megérkezniük, és ugyancsak fel kell mutatniuk negatív tesztet, oltási igazolást, illetőleg gyógyulásról szóló gyógyulással összefüggő igazolást. Németország nagyvárosaiban egyébként nagyon sok ponton, egy utcán, akár több ponton is létesítettek úgynevezett tesztközpontot, ahol például egy teszteredmény nagyon gyorsan, nagyon könnyedén beszerezhető. A bajor egészségügyi miniszter külön felhívta arra a figyelmet, hogy az FFP2-es maszk viselése kötelező az aréna terület. Is. Ez 14.500 szurkolót engednek be, tehát hogyha a koronamentes időkben volnánk, akkor 70 ezeren lényegesen többen lehetnének jelen, minden ötödik helyen ülhet csak szurkoló. Érdemes ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy a rendőrség fokozott létszámban lesz jelen Münchenben a közterületeken is, és fokozott figyelemmel ellenőrzik a szabályok, a korlátozások betartását. Azoknak, akik első alkalommal szegik meg a szabályokat, akár 250 euró bírságot is kell fizetniük, hogyha ezt a rendőrök úgy gondolják, azt viszont nem tudhatjuk, hogy mennyire fog majd vastagon a ceruzájuk. Ezek tehát a szabályok. Beszéljünk egy kicsit a járvány adatairól is. Ugye látszik, hogy a koronavírus D-variánsának aránya egyre jobban növekszik a megbetegedések körében. Mit mondanak a szakemberek? Elkerülhető ennek a variánsnak egy robbanásszerű kitörése? Angela Merkel kancellár éppen kedden hívta fel a figyelmet ugyancsak Münchenben, az arénában és a városban a szabályok betartására, és ugyancsak a delta variánsra tekintettel, és a kancellár már korábban arról is beszélt, jelenleg alacsonyabb az új fertőződések száma, így a fertőzés láncok jobban nyomon követhetők, jobban figyelemmel kísérhetők. Hogyha a korona számokat nézzük, akkor a németek egyik szeme sír, a mások viszont nevet. Rosszak az adatok olyan szempontból, hogy a delta variáns előfordulásának az aránya növekedett 3,7-ről 6,2%-ra, tehát itt egy növekedési tendencia figyelhető meg. Tovább csökken ugyanakkor az új fertőződések száma. A reggeli adatok szerint 1016-an fertőződtek meg koronavírussal az elmúlt 24 órában, egy héttel korábban ugyanezen a napon 1455-en, és érdemes emlékeznünk a decemberi csúcs
nincs napra is, amikor egy nap alatt 33 ezeren fertőződtek meg a koronavírussal, tehát a számok egyértelműen mutatják, hogy továbbra is csökkenő a tendencia. Vannak olyan tartományok, ahol ismét enyhítéseket jelentettek be. Péntektől például Mecklenburg Előpomerániában nem lesz szükség tesztre azoknak, akik például fitnessterembe vagy kulturális intézményekbe mennek. Hessen tartományban a létszámkorlátozásokat törölték el a külső területeken. Ezzel együtt egyébként Hamburgban például a művészek, a kulturális élet szereplői, a rendezvény szervezők vonultak az utcára. Ők ugyanis támogatást szeretnének, hiszen a leállások, a korlátozások időszakában jelentős anyagi hiányokat, anyagi károkat szenvedtek. Köszönjük szépen, megyünk tovább. Folyamatosan javulnak a járványügyi mutatók Franciaországban, ezért 15 hónap leállás után júliustól ismét lehet zenés-táncos rendezvényeket rendezni. Párizsból Vencel Katalint kapcsoljuk most. Milyen feltételekkel és hány fős részvétellel lehet ilyen rendezvényeket tartani? A zenei szektor az utolsó Franciaországban, amely még egyelőre, tehát még júniusban nem nyithatott meg, és nagyon nagy volt a lobby azért, hogy ezt ők is megtehessék. Ezért ahhoz, hogy elkezdődhessen ebben a szektorban is újra az aktivitás, szigorú feltételeket állapított meg a kormány. Egyébként minden legalább 1000 fős rendezvényen Franciaországban ellenőrizni kell a fertőzöttségi szintet, ami azt jelenti, hogy vagy oltási papírokat kell bemutatni, vagy pedig teszt 48 óránál nem régebbi teszteredményt, de ahogy ez most már a zenei szektorban is lesz, a koncerttermeknél is föl lehet állítani helyben gyors teszt állomásokat, és az ott elvégzett igazolásokkal is be lehet majd menni ezekre a helyekre. Tehát az ülő koncertek mellett július elejétől most már álló koncerteket is lehet rendezni, és hát nyilván a tesztelés elsősorban ott cél a helyszínen, hogy ne kelljen maszkot viselni. A belterekben 75%-os lehet a kihasználtság, kültéri rendezvényeket teljesen meg lehet tölteni, és július 9-től megnyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek is, tehát a diszkók is. Azt tudni kell, hogy ebben a szektorban már a nyitás előtt körülbelül az ott dolgozók 10%-a, illetve a helyek 10%-a csődöt jelentett, és valószínűleg negyedük nem is fog tudni megnyitni, mert olyan feltételek, olyan egészségügyi előírási feltételeket szabott a kormány elsősorban a szellőztetést illetően, hogy azt nem tudják megoldani, de itt is hasonlóak lesznek a feltételek, mindenkit meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy fertőzött-e, tehát csak oltási igazolvánnyal vagy teszttel lehet belépni, de akkor már ezeken az éjszakai szórakozóhelyeken, táncos helyeken nem kell a beltérben majd maszkot viselni. Közben folytatódik az oltási program, de egyre kevesebben jelentkeznek a vakcinákra. Miért? Nagyon meglepő dolog az, hogy június elején eltörölték az életkori korlátozásokat, és egy héttel ezelőtt most már a tinédzsereknek is megkezdődött az oltási kampánya. Azt remélve ezzel a kormány, hogy tudja azt az ütemet tartani, amely már májusban megkezdődött, tehát azt jelentette, hogy kb. 600 ezer embert oltottak be naponta. Most azt látjuk, hogy egy ilyen 500 ezres plafont elért a napi oltási szám, de ebben inkább a második oltást kérők száma a jelentősebb, és az első oltásra kevesebben 200 ezer alatt van, ami elég alacsony Franciaországban a jelentkezők száma. Ezt azzal magyarázzák szakemberek, hogy jön a szabadság, már mindenki a nyári szabadságra készül, most, hogy feloldották a korlátozásokat, és a kormány azt kérte mindenkitől, hogy nem másról altassa be magát, mint a lakhelyén. Hogy itt nincsen előzetes regisztráció, hanem be lehet jelentkezni bármelyik oltóközponton, és a franciák megpróbáltak előre bejelentkezni olyan helyeken, ahol majd a szabadságot fogják tölteni. Most, hogy ezt a kormány megtiltotta, mindenkinek ugyanott kell beoltatni magát, ahol lakik, megállt az oltási kampány. Sokan azt gondolják, hogy majd a szabadság után fogják magukat beoltani, vagy megvárják a nyaralásuk elejét, és akkor kérik az első dózist, és majd, ha visszaértek a második dózist. És ezért ez azért ad némi aggodalomra okot, mert itt is terjed a delta variáns. A kormány
kormány azt modellezte, hogyha olyan ütemben halad az oltási kampány, mint ahogy eddig haladt, tehát mondjuk 75%-os lesz nyár végére az átoltottság, akkor meg lehet úszni esetleg egy újabb hullámot. Ha viszont lassabb, akkor számítani kell arra, hogy a delta variáns miatt itt is megemelkedik a fertőzöttségi szint. Minden esetre egyelőre most a franciáknak a fele az, aki felvette már az első oltást. Párizsból Vencel Katalinnak, Berlinből Noll Katalinnak és Bukarestből Demeter Katalinnak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak.